Szőlősi Mátyás. Fejlövés. A nő a koszlott tornanadrágban eleinte csak áll, mintha nem is venne észre. Szájában szétroncsolt gyufaszál. Arca kormos, talán tűzmarcangolta ilyen keményre. Nagy tarkabarka sáv van a nyakán. Kezén karperecek rengetege fénylik. Vár. Talán ő maga sem tudja mire. Vékony testét ide-oda rángatja a följáró szelének száraz hidege. A vérmező felől autók zúgása. A fönti pályaudvar felől pedig ismétlődve egy-egy éles szignál hangja szól. A főváros fájdalmas érverése. A nő aztán elkezd jönni felém. Nyilvánvalóan akar valamit. Még ha nem is rám néz. Én nézek magamra, ami olyan csalogató bennem, de semmi feltűnő nincs rajtam. Fekete kabátban vagyok. Fülsüketítő zaj van. A nő töretlenül halad tovább. Akár rémisztő is lehetne ez az arc. Mégis van benne valami látságra vágyó szenvedély. Kíváncsi vagyok, mit akarhat. A szemekék. Olyan közel van, hogy azt is látom, akár csak az arcán tátogó gödröt, ami annyira mély, akár a napkelte előtti legutolsó álom. Mindenki árva, mindenki szép. Motyogja úgy, hogy még mindig a szemközti bódé mögötti félhomályba néz. Arrébb egy sutyó taxis húgyál a sarokba állva. A biztonság kedvéért körbenézek, de egyetlen ember se áll hozzánk közel. A nő közben már az arcomba néz, figyel. Mohón tátong arca gödrének mélye. Mi van? Kérdezi. Vállamat vonom. Túl direkt lenne bármit mondanom. Inkább hagyom, hogy ő beszéljen. Hát, ha meglep. Így. Csütörtök délben. Tudja, az egyik este harasztira mentem ki a hévvel, három kamasz gyerek akart kifosztani. Nevettem. Fáradt voltam már péntek éjjel. Ilyet az ember nem gondolna ki. A legkisebb pisztolyt fogott rám. Azt hittem játék, ami önmagától múlik el. Aztán a dörrenés. Hetekre mély sötétbe zárt. Rémületes a kómából némán ébredni fel. Nehéz volt újra megtanulni járni, és megtűrni magamon azt a sok tekintetet. A szégyen érzését dobozba zárni. Viselni egy szerényebb életet. Láttam, hogy bámul, le se veszi rólam a szemét. Gondoltam, hát elmesélem, hogy halott voltam még nem is olyan rég. És fogalmam sincs, érdemes-e újra ébren.